történt velem egy gyógyulás, többek között, és hát az ő kit látom meg. Hát Attila, jó voltál, vagy csak három mondatban tudtam elmondani. És hát aki is van, az tudja, hogy én nem tudok három mondatban beszélni. Tehát akkor most bele is kezdenék így az egész nagy sztoriba. Ez akkor kezdődött, amikor még, hát, na jó, születésem óta keresztény családban nevelkedtem. Ennek már 19 éve. És arra neveltek mindig anyuék, hogy az Isten legyen az első, az Isten legyen a fontos, hogy ráépüljön az életünk, hogy ezen az úton tudjunk járni. És ahogy egyre nagyobb lettem, én ezt így hanyagoltam. Pedig még kicsiként ott volt bennem, hogy hú, de menő, én majd misszionárius leszek. És majd megyek, hirdetem az igét mindenkinek, mivel ez volt szívem vágya, hogy mindenki meghallja, megértse az Istennek az igéjét, és beleálljon ő is ebbe az útba. És de tényleg, ahogy fiatal kamasz lettem, ez így egyre jobban eltörpült. Egyre jobban érdekelt a világ, egyre jobban érdekelt a divat, egyre jobban érdekelt a sport. Nekem a sport volt az egy olyan menekülő szár, vagy hát egy menekülő dolog, amiben a dühömet, a fájdalmamat, félelmemet ki tudtam élni, és ezáltal sikereket tudtam elérni. Mindaddig a pillanatig, amíg egy rosszul sikerült kondi edzés után a térdem feladta a szolgálatot, és részleges szalagszakadás szenvedett a jobb térdem. De ez még mindig nem volt elég nekem. Én akkor úgy döntöttem, hogy nem érdekel, én megfeszítem magamat, és megyek tovább, és ezzel a fájós térden is megyek tovább versenyezni, mert egy komoly versenyszezonban voltunk akkor, és mondtam, hogy én ezt nem tudom otthagyni. Úgyhogy hát ennek a következménye az lett, hogy a másik térdemben is részleges szalagszakadás lett. Tehát aki sportolt, aki, hát igazából mindenki, aki lép, azt tudja, hogy a térd mozgat nagyjából mindent. Tehát, hogyha nem jó a térded, akkor nem jó a járás, akkor nem tudsz jól menni. És én dühös lettem. Rohadtul dühös. Tehát nem az anyuékra, nem magamra, hanem Istenre. Mondom, hogyha Isten van, akkor ilyet nem enged meg. Miért enged meg ilyet? Hogy tudja, látja, hogy mi az én célom, látja, hogy én mit akarok elérni. Látja az én utamat, látja, hogy én ebbe erőmet belefektetem. És mégsem. Mégsem ez az én célom. És mégis megengedi, hogy megtörténjenek ezek a balesetek. Mégis megengedi, hogy nekem fájjon a térdem, és az egész karrieremet, amit én akartam a tesi egyetemben kapcsolatban, mivel oda akartam menni, az úgy fúcsba menjem. És én dühös voltam. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon dühös voltam az Úrra. Ami nem jó dolog. Persze, hogy nem jó dolog, hiszen keresztényként ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy én dühös legyek az Úrra. Mert az Úr mindent úgy tesz, ahogyan nekünk jó. Még akkor is, hogyha ez fájdalommal jár. És igen, a térdeim tönkre mentek, de igen, az Úr megmutatta, hogy ő ezzel mit akart elérni. Volt a nagy kit, és volt egy ilyen nagyobb ilyen imádkozósest, és először kimentem a Ritához, először az Attilához mentem oda, igen, hogy nyelveken szólás ajándékát szerettem volna megkapni, amit meg is kaptam, hála az Úrnak, és ott volt bennem a szívemmel, amikor visszamentem a helyemre, hogy itt valami még mindig nem stimmel. Valahogy nekem még mindig fáj a lábam, nem tudom dicsőíteni az Urat. És hogy én ezzel mit tudok kezdeni. És akkor dölt el a szívembe, hogy ezt az egész fájdalmat, ezt az egész dühöt az Úr felé, ezt le kell, hogy tegyem. És ekkor a döntéshozatal, tehát nagyon fontos a döntés, maga a döntés, hogy te elhatározod a szívedben, és odamész az Úr elé, és azt mondod, hogy igen, te ezt akarod, hogy már nem akarod, hogy fájjon, de azt akarod, hogy ez gyógyult legyen. És akkor oda mentem egy nagyobb szellemi vezetőhöz, a Ritához, aki komolyabb hitben, mint én, és oda mentem, hogy imádkozzon érte. Hát, nem mondok csodát, hát megtörtént a gyógyulás a térdeimben. Először el sem akartam hinni. Olyan érzés volt az egész, hogy egy melegség kezdett így szétáradni a térdembe,
és azt éreztem, hogy az a fájdalom, az megszűnik. És nem akartam hinni neki. Tehát először így, ember, mi van? Nem fáj a térded? Majdnem egy évet küzdöttem vele, vagy hát másfél évet, hogy annyira fájt a térdem, hogy már sírva aludtam el. És egy pillanat alatt, de ennyi kellett, hogy én a szívembe elhatározom, hogy én melyik úton akarok haladni. Ennyi kell, akkor igen, meghozom ezt az áldozatot, és meghozom azt, hogy én az Úrral akarok együtt járni, és ő adja a gyógyulást, és adja az ő kegyelmét. Mert ő mindörökké ugyanaz. Ő soha nem változik. Ő 2000 éve ugyanaz. Ha oda mész hozzá, ha átadod neki a szívedet, átadod neki az életedet, akkor ő ott van, csodákat tesz. Úgyhogy igen, egy csoda történt velem is, és ezzel szeretném befejezni a monológomat.